Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai weekendben érkezik hozzánk egy gyermek és ifjúsági coach, szó lesz a nemrég elkészült Váci filmről, és számos kiállításra is ellátogatunk. Elsőként például a Nyíregyházi Városi Galériába, ahol december 7-ig Verebes György monumentális alkotásait láthatják az érdeklődők. A mi művésztelepünk sugárzik, élő eleven telep, nem egy zárt kolónia. Generációkat kapcsol össze, ahol az amatőrök fejlődését is segítik. A szolnoki művésztelep vezetője amellett, hogy kiváló alkotóművész, közösségszervező és művészetszervező is. Ezt Kállai Mária mondta köszöntőjében Verebes György nyíregyházi kiállítás megnyitóján. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei országgyűlési képviselő személyes megjelenésével is kifejezte elismerését az alkotó iránt. Egy új humanizmus megnyilatkozását láthatjuk a tárlaton. Ezt már Jánosi Zoltán irodalomtörténész emelte ki megnyitó gondolatai között. Ő maga monumentális. Ritka az a komplex személyiség, aki egyszerre képes egy művésztelepet igazítani, elvezetni a magyar örökségdíjig néhány év alatt, aki egyszerre zeneszerző, zenész, költő, író és még számtalan feladatot képes teljesíteni, és képes szervezni is művészeknek az életét. Nos, amit itt fogunk látni, ezt a kiállítását részleteiben látták már az országban itt-ott, Budapesten bizonyára. Külön a mudrák kiállítást, amely a kezekről beszél, külön a titánok kiállítást, amely az alvó titánokról beszél, de ez is egy nagyon összetett szimbólumrendszer, illetve a szóma és széma kiállítást, amely a test és a lélek viszonyát boncolja. A kiállítótereket teljes mértékben sikerült elfoglalni Nyíregyháza szívében. Én nem is tudom, hogy az ön életében és Nyíregyháza vonatkozásában ilyen volt-e már valamikor korábban. Hát ilyen nem volt, és azt is megmondom, hogy miért. Volt már korábban nagyméretű kiállítás, ahol egy térben, nagy volumenű térben volt alkalmam visszanézni a saját munkámat. Néhány évvel ezelőtt is volt egy nagyon nagyobb szabású, de ennek a mostaninak az a specialitása, nem csak a kiállított műveknek a számát tekintve, hanem hát ez gyakorlatilag 5 kiállítás egyben. De ha akarom, akkor azt is mondhatom, hogy 3 kiállítás egyben, mert itt a Városi Galériának az emeleti termei, azok tulajdonképpen egy összefüggő részt alkotnak, de ezen kívül van még 2 különálló tér, és ez is az egyik, ahol most állunk. És én nekem 3 összefüggő ciklusom van, amik ugyanúgy válnak külön, és ugyanúgy függnek össze, mint ahogy ezek a termek alkotnak egy kiállítóteret, és függnek össze. Tehát én már sokadjára járok itt, mert én visszatérő vendég vagyok Nyíregyházán, nagyon sok barátom van itt, művészbarátok is, tehát ez egy nagyon örömteli, szerves kapcsolat, baráti, szakmai együttműködés itteni művészekkel, úgyhogy valószínű, hogy annak is köszönhetem legfőképp, hogy ide meghívást kaptam. Nagyon régi kapcsolat van művész úr és én közöttem, körülbelül 20 éve ismerjük egymást, és egy nyíregyházi festőművész, Kerekes Elek volt az, aki annak idején még megismertetett bennünket egymással. De összehoz az is, hogy mindketten tagjai vagyunk a Magyar Művészeti Akadémiának, ott is szoktunk találkozni. Amikor én főszerkesztő voltam még a Magyar Naplónál, akkor meglátogattuk a szolnoki művésztelepet. De hát egyáltalán az irodalmat, a festészetet, a vizuális kommunikációt, a zenét nem választják el kínai falak egymástól, úgyhogy tudunk örülni egymás sikereinek. Az számít, hogy ez a 3 vagy 5 kiállítás az ön életének mekkora szakaszát öleli fel? Igen, számít, és köszönöm a kérdést, ez egy fontos szempont. Tudnélik, az én festői pályafutásomban, hát körülbelül 22-23 évvel ezelőtt, tehát mondjuk több mint 20 évvel ezelőtt volt egy váltás. Ez egy magánéleti vállalással, váltással is összefüggött, de onnantól kezdve valami, nem is tudom,
talán nem hangzik túl nagyképűen, ha azt mondom, hogy sugallatszerűen egyik napról a másikra elkezdtem teljesen mást festeni, mint amit előtte festettem. És ez gyakorlatilag a legelejétől dokumentálja ezt a folyamatot a számomra is. Volt egy átmeneti időszak, azokból most itt nem hoztam képeket, mert azok kilógnának egy kicsit a sorból, de gyakorlatilag itt 22 évnyi munkának a sűrítménye látható. És van itt egy-két olyan kép, ami nagyon kevés helyen volt kiállítva ez idáig még. Kicsit féltem is tőle, hogy vajon hogy fog beilleszkedni ebbe a kontextusba, de állják a helyüket, azt kell mondjam, tehát, hogy ennek a 22 évnek az érvényessége az folyamatos. Visszatérek ahhoz, hogy 3 kiállítás vagy 5 kiállítás, ezek lezárt sorozatok az ön művészetében? Egyik sem az. Nem is hiszem, hogy lehetne olyan. Az én számomra nincs. Biztos, hogy tehát ez alkati kérdés. Tehát vannak olyan művészek, akik tólig, alfától omegáig ciklusban képesek gondolkodni, és ez így teljes, mert úgy építik fel a dramaturgiáját, akár egy színdarabot. Banális mondás a képzőművészet, mondjuk a festészettel kapcsolatban, de mélységesen igaz, egy bizonyos karakterű művész számára, hogy egy képet csak abba hagyni lehet, befejezni nem. Ez egy folyamatos belső küzdelem, kényszer, tehát amikor újra-újra megnézem egyenként a saját képeimet, akkor vissza kell tartanom magam attól az érzéstől, hogy mit festenék még rajta tovább, meg hogy kéne. Ezt nekem nagyon nehéz volt megtanulni, nagyon sok olyan vásznam létezik, ami alatt 3-4 másik kép van. Ezek még a korábbi időszakból. Aztán rájöttem, hogy ennek tulajdonképpen nincsen értelme. Tehát amikor sorozatban látom őket, akkor mindegyiknek megvan, akár egy szépen megfogalmazott szövegnek a szótagjai úgy képesek illeszkedni egymáshoz, legalábbis én, nekem ez volt a szándékom velük, és remélem, hogy ezt az üzenetet közvetítik. Tehát ilyen formában a képek egyenként akár készeknek is tekinthetők, de a sorozat az nem. A sorozat az nem, egyik sem a 3 közül. Azt lehet mondani, hogy egy bizonyos időszakban önfestő, egy másik időszakban mondjuk könyvillusztráción dolgozik, egy következő időszakban zenei téren alkot, vagy ezek kiegészítik egymást, például ezeken a képeken, amiket látunk, ez ön számára dallamokat is jelent? Abszolút. Tehát nem, hogy kiegészítik egymást, hanem egymás nélkül ezek a különféle megnyilvánulási formák nem tudnának létezni bennem. És még hozzátennék egyet, hogyha ez nem szemérmetlenség, magántáncos vagyok a festőállvány előtt, így fogalmaznám. Tehát nekem ezeknek a képeknek a fizikai kivitelezése az egy tánc. Tehát, és folyamatosan zenét hallgatok, mindig másfajta zenét, de amikor igazán el szeretnék mélyülni a festőállvány előtti állapotba, akkor csöndet teremtek magam körül, és csak a mozdulataimnak a ritmusát hallgatom. Hát mi ez, ha nem tánc? Jó pár elismerése van, különböző művészeti alkotó munkájának elismerései ezek. Úgymond szakmai szervezetektől, tehát megfelelő, értő szemmel, füllel, odafigyelő szervezetek részéről. Ön mit tekint legnagyobb elismerésnek? Nem tudom, hogy az díj formájában valósult-e meg, vagy valami egész más az, ami önnek a legpozitívabb visszajelzés lehet? Most mondanék egy furcsa dolgot, ami talán nem is annyira furcsa. Amikor az egyik díjat megkaptam, most hagyd ne említsem, hogy melyikről van szó, mert nem ez a lényeg, akkor az egyik művész kollégám, akit talán barátomnak is nevezhetek, de nem vagyunk túlságosan szoros kapcsolatban, ő azt mondta, hogy
hogy mert valahogy szóba került ezeknek a díjaknak a súlya, a jelentősége, és én mondtam, hogy nem is tudom, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel most, és azt mondta, hogy Gyuri, figyelj, azt mondja, hidd el, hogy a szakmában mindenki örül neki, hogy te ezt, hogy ezt a díjat te kaptad meg. Na, ez a legfontosabb dolog. Ezt én nem látom, nem tudom, de hogyha kívülről ez a visszajelzés érkezik, akkor én már teljesítettem a küldetésem. A gyermekkor ideális időszak arra, hogy megalapozzuk a felnőttkori érzelmi stabilitást és a rugalmas gondolkodást. Ebben segíthet egy ifjúsági coach, vendégünk a stúdióban, Takács Nikoletta. Szia, jó estét! Nem csak ifjúsági coach vagy tulajdonképpen, hanem felnőttekkel is foglalkoztál, illetve pedagógus vagy szakfordító, tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy rálátásod van arra is, hogy a gyerekek milyen problémával küzdenek, vagy akár a hozzájuk kapcsolódó szülők. És sokan azt kérdezik, hogy vajon egy coach mit is csinál, hiszen egy pszichológust vagy egy pszichiátert nagyjából ismernek. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen egy coachingon való végigkísérés a személyiségfejlődésben olyan eredményes lehet, hogy éppen kiváltja azt, hogy nagyobb legyen a gond, és pszichológushoz kerüljön esetleg egy gyermek? Én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen motoszkálsz. Igen. A coaching lehetőséget ad arra, hogy olyan kereteket biztosítson az önismeret, az ön értékelésnek a fejlődésében, amely, hogyha kellő korai stádiumban vagy időszakban van úgymond elkezdve, akkor lehet, hogy későbbiekben nem fogunk olyan fajta nehézségekkel szembenézni. Nem mellesleg ugye a coachingnak egy olyan fajta erőforrás aktivizáló szerepe is van, amely én úgy gondolom, hogy a mai rohanó világunkban egy elengedhetetlen támogató folyamat, és nem mellesleg egy társ is lehet. Tulajdonképpen akkor, ha jól értem, akkor a gyerekekben vagy a felnőttekben lévő saját erőforrást segítesz megtalálni, amik lehet, hogy ott vannak, de esetleg rárakódik sok-sok kudarc, vagy félelem, vagy szorongás, és akkor nem tudják ezt előásni. Így van, pontosan. Nagyon sok olyan ügyfelemmel dolgoztam együtt, akik pontosan az általad említett például szorongással voltak mindennapi kapcsolatban, és ugye ezt ők nem tudták fölismerni. És a beszélgetéseink, az üléseink során olyan lehetőséget kaptak, amelyekkel tudtuk azonosítani közösen, hogy éppen mi az adott a szorongásának a problémája, vagy a gyökere, hogyan tudja azt éppen kezelni, de ezek azért nem olyan mélységűek, amelyek mondjuk egy pszichológiai, vagy egy egyéb más komolyabb terápiás kezelést venne igénybe. Most itt Nyíregyházán a könyvtárban, a Csiriptanyán indítottál tulajdonképpen csoportokat, tehát pici gyerekeket, 5-12 éves korosztály, és azt gondolom a junior korosztályban nagyobbak vannak. Igen. Lehet úgy is dolgozni a gyerekekkel, vagy a kamaszokkal, hogy többen vannak? Mert hogy azért itt pont van egyfajta olyan intimitás, hogy nem szívesen osztják meg a gyengeségeiket, főleg ebben a világban, ahol majdnem tökéletesnek kell lenni. Milyen módszerekkel, vagy mennyi idő kell ahhoz, hogy feloldódjon mindenki, aki például egy ilyen csoportos tréningen részt vesz? Az első gondolat, amit megosztok, az, hogy csoportban lenni nagyon jó, még hogyha idegenek is vagyunk egymásnak. És azt tapasztalom, hogy a gyerekeknél ez a fajta feszengés az első 5, maximum 10 percben ez úgy elillan. Minden egyes foglalkozást, akár a kisebbeknél, akár a nagyobbaknál, egy olyan fajta gyakorlattal, jégtörő feladattal szoktam kezdeni, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy kicsit ellazuljanak, kicsit olyan fajta érzelemvilággal kezdjék meg magát a foglalkozást, amely már ezt a kis izgulást, azt a kis félelmet, azt feloldja. Úgyhogy szuper jó lehetőség, én úgy gondolom, hogyha a gyerekek már most próbálnak idegen gyermekekhez, vagy akár hozzám idegen felnőtthöz kapcsolódni. Tulajdonképpen ugye akinek
pont esetleg a társas kapcsolatok vagy a szocializáció terén van elakadása, azt gondolom, hogy egy ilyen intim kis körben való kapcsolódás a társakhoz, az nagyon, nagyon jó dolog lehet. Az jutott még eszembe, hogy ugye megelőzhetünk nagyobb problémákat, de vajon hogy látod, mik azok az ingerek, amik a leginkább károsak mondjuk a felnövő gyerekek számára? Tehát mi az, amitől a leginkább szenvednek, hogy látod? Én kettő dolgot emelnék ki, ami a mai rohanó világhoz kapcsolható. Az egyik a digitalizáció, az, hogy mindenhol ott vannak azok a bizonyos kütyük. A másik pedig az, amit talán szülőként mi meg tudunk tenni a gyermekünkért, az az, hogy megpróbáljuk az ő egészségét az alvással, a pihentetéssel és annak a tudatosításával úgymond megtámogatni. És ez a kettő, hogyha ugye a mentális jólétnek az egyik alapja az, hogy egy picit távolodunk azoktól a dolgoktól, amelyek a figyelmünket elveszik, amelyek folyamatos ingert és impulzust közvetítenek felénk. És ugye a gyerekeknél ők rettenetesen nagyon-nagyon sok mindent fel tudnak venni a világból. A másik dolog az alvás, a pihenés, a szellemi föltöltekezés, ugye ennek az időszaknak pedig pontosan azzal kell majd telnie, hogy a gyermek reggelre frissen, kipihenten, ingerszegényen tudjon új napot kezdeni. Akkor például egy-egy ilyen tréning, vagy foglalkozás, csoportfoglalkozás, egyfajta digitális detox is, ugye? Mert ott nem lehet telefonozni, gondolom, és kütyűzni. Mit szólnak ez a kamaszok, hogy mondjuk azt kéred, hogy tegyék le a telefonjukat, vagy már hozzászoktak most az iskolában ehhez? Igen, szerencsére nem volt ilyen jellegű ellenállás. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól adaptálódtak ehhez a helyzethez. Van-e arra igény, hogy mondjuk, vagy megkeresnek-e a szülők, akik nyilvánvalóan ebben a csoportban nincsenek ott, hogy egyáltalán mi történik a gyerekükben, mi zajlik, illetve hát, hogy milyen a pozitív hatást azt reméljük, hogy látják. Igen, igen. Szerencsére azért, akik hozzám járnak, vagy találkozunk a foglalkozások során, érdeklődőek, és akarják tudni, hogy mi történik ott. Illetőleg azért a hosszú távú tervekről, célokról is szoktunk beszélgetni, hogyha esetleg van valamilyen egyéb probléma, elakadás a gyermekük, vagy akár a kettőjük kapcsolatának az adott életében, akkor ezeket is meg tudjuk vitatni. Ha már itt hosszú távú dolgokról beszéltél, én sokszor gondolom azt, hogy annyira gyorsan változik a világ, hogy nagyon nehéz bejósolni, hogy mondjuk milyen szakmában lehet például egy gyerek sikeres, tehát hogy milyen irányba menjen tovább. Éppen ezért szerintem hosszú távú célokat is nehéz a gyerekeknek kitűzni. Hogy látod, ők mennyire látják magukat 5-10 év múlva? Az az igazság, hogy bizonytalanok ők is, tehát ezt teljesen jól látod. Épp a legutóbb volt egy olyan fajta beszélgetésem az egyik szülővel, akinek a gyermeke harmadikos, és szeretne egy olyan tudatos karriert fölépíteni, amihez meghatározott lépcsőket kell bejárnia. Ellenben elbizonytalanodott, hogy valóban ez lesz a jó? Hogyan tovább? Nyilván ezeket is jól át kell beszélni ahhoz, hogy tudjuk támogatni a gyermekünket, de alapvetően ez egy tényleg nehéz kérdés. Igen. Azt gondolkodtam még, én legalábbis így tanultam, hogy az érzelmi intelligenciánk az kb. 21 éves korunkig növelhető, fejleszthető. Tehát amit belepakolunk addig a gyermekünkbe, vagy saját magunkba, ugye abból fogunk majd profitálni a későbbi életünk során. Azok a gyerekek, mi a tapasztalatod, akik mondjuk részt vesznek a te csoportjaidba? Egy ilyen meleg támogató fészekből jönnek, ahol a szülők is látják azt, hogy fontos az érzelmi intelligencia növelése, nem csak a kognitív képességeknek a fejlesztése, vagy ez nincs arányban azzal, hogy a családban tulajdonképpen mik az értékek, akkor keresnek inkább, ha bajban vannak. Én azt gondolom, az első gondolatodhoz kapcsolódnék. Aki igenis akar a gyermekének a lelki világával foglalkozni, az valamilyen úton, módon elkezd erre az útra tévedni, és találkozunk, vagy nem, de a lényeg, hogy elkezd ezzel a témával foglalkozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki hozzám jön, vagy akinek a gyermeke találkozik velem, annak igenis fontos az érzelmi intelligencia fejlesztése, és ők ilyen meleg fészekből küldik hozzám a gyermekeiket.
Azt hiszem, hogy egy ilyen motivátortól hallottam egyszer, hogyha neki gyereke lesz, akkor nem csak félretesz majd a gyerekének, hogy legyen mondjuk egy megfelelő anyagi forrása, hanem egy malac per sejbe kifejezetten az önismereti tréningekre, a coachingokra vagy a terápiára tesz majd neki el pénzt, mert hogy egészen biztosan minden embernek szükség van az ilyen lelki segítségre, úgyhogy neki köszönjük szépen és sok sikert kívánunk a csoportjaidhoz. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, irodalmi művek, néphagyományok és történelmi témák is megjelennek Tamaskovics Gáborné Csuhé kompozíciói között. A kiállítás a Ridenc gimnáziumban volt látható nemrég, de mindössze pár napig. Mutatjuk, miről maradt le, aki nem látta a tárlatot. Az első figurákat még 2011-ben készítette Csuhéból Tamaskovics Gáborné. A kiállítási darabok közül több magyar irodalmi művekhez, néphagyományokhoz, történelmi személyiségekhez kapcsolódik. Az irodalmi sorozat első darabjait Arany János, Ágnes asszony és a Velszibárdok című költeményei ihlették. Ezekkel az alkotásokkal indult a versillusztrációm, aztán innen már jöttek a többiek, utána már Petőfi versek, amit úgy gondoltam, hogy befogadásra képes bárki, szinte az óvodás gyerektől kezdve, mert annyira szépek tudnak lenni, és akkor így készítettem, tehát vannak Arany János versek, Petőfi Sándor versek, van József Attilától a Mama, van Csokonai Vitéz Mihálytól is egy versem illusztrálva. Itt az ünnepi körök, az ünnepekre való hangolódás segítő kompozíciók is láthatóak. Ezek mikor készültek? És volt-e segítség, vagy mind egyedi alkotás? 2017-ben, hogy indultam először az AMK-ba, minden évben rendeznek egy nyári és egy téli kiállítást. A nyári kiállítás adott témakörhöz kapcsolódik, így volt már Arany János emlékév, volt Rákóczi Mátyás király. Az éven éppen a magyar mesék, mondák, regék volt a téma, ahova én vittem a Rega a csoda szarvasról, és van a téli kiállítás, ami általában a karácsonyi témakörhöz kapcsolódik, és oda először, amikor 2017-ben jelentkeztem, a Kis Jézus köszöntése című munkámmal, az már a következő évben a Vatikánba kikerült. Mert csak azokkal az alkotásokkal lehet a római százjászol nemzetközi kiállításra pályázni, amelyek először már Pesten, akár a Dunapalotában, vagy a Szent István Bazilikában kiállításra kerültek. Ez milyen visszajelzés volt az alkotónak? Hát ez egy hatalmas öröm volt számomra, nem is gondoltam, hogy így az első Betlehem, amivel egyáltalán megjelentem valahol, már nemzetközi zsűri előtt is így fog teljesíteni, és akkor ez utána már hatalmas lendületet adott nekem a többiekhez. Mekkora kézügyesség kell ehhez, vagy képzelőerő inkább, vagy mindkettő, vagy valami, amit nem is említettem esetleg? Hát szerintem mindkettő. Kézügyesség szükséges hozzá. A Csuhé nagyon jó anyag. Az, hogy szárazon milyen kemény, de ha beáztatjuk forró vízbe, utána annyira megpuhul, hogy szinte bármit, amit csak az ember elképzel, meg tud belőle valósítani. Én általában úgy szoktam készíteni az alkotásaimat, hogy először lerajzolom. Tehát valami a fejembe eszembe jut, és akkor úgy gondoltam, hogy ez alkotásra méltó lehet, és akkor azt gyorsan lerajzolom. Hát inkább csak pálcika emberekre kell gondolni, és utána lehet, hogy egy hétig, lehet, hogy egy hónapig se nyúlok a témához, de ott van rajzba, és utána, amikor van időm, akkor előveszem, és akkor elkészítem. Itt különböző színeket is látunk. Hogyan kapja meg a Csuhé ezeket a színeket? Hát egy kicsit csaltam a dolgokba, természetes anyagokkal kellene festeni, a barnát azzal is szoktam, a vöröshagyma és a lila hagymahéjával, mint ahogy a tojást szoktuk festeni, de a fekete, a piros, a kék, ami itt megjelenik a babákon, azok ruhafestékkel készülnek. A kiállítás kertcsináló is az intézmény, mozgás, látás és hallássérült, autista, valamint értelmi fogyatékkal élő tanulói számára
akiknek második szakmaként akár a csuhézást is tudják ajánlani. Nagyon büszkék vagyunk a kolléganőnkre, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt mekkora összefogás volt, hiszen informatikus kollégák azonnal jöttek és ötleteltek, team munka volt, hozták a QR kódokat, illetve felhasználva pedagógiai tudásukat egy olyan keretet adtak a kiállításnak, hogy élvezetes lehet általános iskolás tanulóknak is, középiskolás tanulóknak is, hiszen meg kell keresni, hogy az adott QR kód melyik alkotásra mutat. Nyilván elsőbséget élveznek az ebben az intézményben tanuló gyermekek. Ők hogyan fogadják ezeket a szép és tartalmas kiállítási darabokat? Ők igazán nyitottak erre, főleg az enyhe értelmi fogyatékos tanulók. Mi hisszük azt, hogy ha a Jóisten valamit elvett az értelmi fogyatékos tanulóktól, akkor azt másik oldalon visszaadta nekik, tehát ők valamiben jók, ezért nagyon fontos nálunk a tehetséggondozás. Ezért van az, hogy a kollégák általában valamilyen második szakmával foglalkoznak, mint ez a csuhói készítés, de van, aki a gasztronómiában nagyon jó, van, aki táncol, vagy a sport területén, általában a parasportok területén kiemelkedő, és ezt megpróbálja behozni az iskolába. Tamaskovicsné Melinda az, aki a csuhéval évek óta foglalkozik, és végignéztük azt, hogy a kis csuhébabából hogy kerekedett ki egy kiállításnyi anyag, aztán egyre szélesebb látókörben tette hozzá a további munkáit, és ahova eljutott, az valóban fantasztikus dolog. Milyen szintű hobbinak lehet ezt nevezni már mostanra? Nekem ez még mindig hobbi. Szokták kérdezni, hogy vagyok-e népművész, népiparművész, bármilyen titulusom van-e, nincsen. Én úgy szoktam magamat hívni, hogy amatőr csuhészobrász. Próbáltuk egy kicsit interaktív formába hozni a kiállítást, és így készítettünk a versekhez, illetve a karácsonyi alkotásukhoz verseket és dalokat. QR kód olvasóval le lehet őket tölteni, és akkor meg lehet hallgatni akár a verset, akár egy-egy dalt. A nemzetközi zsűri pozitív visszajelzése lendületet adott a további alkotó munkához. Az aprólékosan kidolgozott figurák elkészítése és a sajátos látásmód Tamaskovics Gáborné számára 2024-ben újabb elismerést hozott. 2017 után ebben az évben is kiválasztották a karácsonyhoz kapcsolódó csuhéból megépített munkáját. Ezúttal a Karácsonynak éjszakáján című kompozíciója utazik a Vatikánba. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a Weekendet. Szó lesz a nemrég elkészült Váci filmről, képregényekről és az érzékszerveinkről is. Maradjanak velünk! Játékos, tudományos, interaktív kiállítás érkezett a Váci Mihály Kulturális Központba. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! Néhány napig állomásozott Nyíregyházán az a Roadshow, amelyben játékos módon ismerkedhetett meg a család apraja nagyja a látás, ízlelés, hallás, tapintás és szaglás világával.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy süket, egy vak és egy kopaszfejű ember. Ezek hárman nagy erős barátságban éltek, mindig együtt jártak, keltek. Amint egyszer mennek, mendegélnek a rengeteg erdőn keresztül, megszólal a süket ember. Hallgassatok csak, én hallok valamit. Megszólal a vak is. Azám, nézzétek, én valamit látok. Nagyot kiált erre a kopasz ember. Utcu bizony szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk. Nos, ilyen érzékszerveket felvonultató humorral él már a népmese is. A hajuk épp nem lobogott, de operatőr legyen a talpán, aki leköveti azokat a kisiskolásokat, akiket elkap az őszinte játékheve. Így kell megszabolni. Ja, hogy ti már tudjátok, csak én vagyok ilyen tudatlan. Na, figyelj! Szabad meg! Na, az előbb kivittem. Na, ez milyen illető? Na, mutasd rá! Bizony, ennek itt van jó helye. Te megmondod nekem, hogy ennek milyen illata van? Megszagoltam én is? Nem, képzeld el. Szerintem nem, szagold meg még jobban. Ennek érzem. Így van, megszagoltam. Ám itt a játék megmutatja azt, hogy mi is az, aminek megléte a mindennapjainkban annyira kézenfekvő. Mégpedig az, hogy látunk, tapintunk, hallunk és ízlelünk. 16. Ez nem jó, mert meglested a megoldást. Letakarom, ugye? Na, itt látunk valamit? Szerintetek? Nem. Szerintem látunk. Egyébként én látom. Csak fogd ott van a kezem. Ne les. Pillangok. 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 Ki nem most csinálod először? Hát nem most. Hát az is egy virág, de milyen virág? Ez a kettő hiba lett, de egyébként teljesen szuper voltál, gratulálok! A Játékos Tudomány sorozatnak egy újabb epizódja érkezett ide Nyíregyházára, a Váci Mihály Kulturális Központba, és az a kiállítás az érzékszervekről szól, az öt érzékszervünket dolgozza fel, abszolút játékos, interaktív módon. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a foglalkoztató játékokat, hiszen az érzéki csalódástól kezdve, az érzékszervek különleges tulajdonságáig mindent meg tudnak tapasztalni, abszolút játékos formában. Az előző évek tapasztalata azt mutatta, hogy nagy az igény az ilyen tematikus kiállításokra, elsősorban általános iskolásoknak, illetve a nagycsoportos óvodásoknak ajánljuk. Vannak olvasmányos részei természetesen a kiállításnak, de ott a pedagógusok tudnak segíteni, és az érdeklődést, ha körülbelül be kell lőnöm, ezalatt az öt nap alatt, amikor a csoportok érkeznek hétfőtől péntekig, akkor durván csoportosan 6-700 gyerek érkezik, de szombaton is nyitva leszünk még, amikor a családokat várjuk vissza. Melyik iskolából érkeztetek, hány diákkal vagytok most itt, és mit jelent a számotokra, hogyha egy kulturális központ akár, de most mondhatnám a város egyéb más kulturális intézményét, ad egy olyan lehetőséget, hogy kiszabadulva az iskolából egy kicsit játékosan tanuljunk? Mi az Arany János gimnáziumból és általános iskolából jöttünk, és 20 fő, most hát most már 21 emelt, ugye egy gyerkőc menet közben csatlakozott hozzá. Hát számunkra ez nagyon nagy lehetőség, és öröm volt a gyerekek számára, hogy eljöhettünk ide, mert sajnos ugye az iskolán belül nem minden lehetőségre van, tehát nem minden lehetőség van biztosítva, és hát ez alapból egy kikapcsolódás is, hogy nem az iskola, a megszokott környezetben vagyunk, és hát ezek a rengeteg programok, ezek plusz élmény nyújtanak a gyerekek számára. Szerinted melyik a legfontosabb érzékszerved? Hát én szerintem a szív, mert a szív miatt éle. Ha a szíved leáll, akkor rögtön meghalsz.
Tulajdonképpen arra gondolsz, hogy a szíved mozgatja az összes többi érzékszervedet, és mi az, ami a legjobban tetszett neked itt ezen a délelőttön? Én nekem a jóga tetszett a legjobban. A Weekend rendszeres nézői tudják, hogy az elmúlt időszakban sokat foglalkoztunk Váci Mihállyal, nem véletlenül, hiszen a nyíregyházi költő 100 éve született, így a 2024-es esztendő hivatalosan is Váci emlékév. A róla készült film, a Sokaság fia bemutatója november 29-én lesz a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Mi most mutatunk belőle egy kis részletet, miközben a rendezővel, Csordás Lászlóval, Erdei Nagyibolya beszélget ikonikus helyszíneken. Csordás László televíziós vágó több mint 15 éve végez helytörténeti kutatásokat. Többek között neki köszönhetjük, hogy elkészült a nyíregyházi mozizás történetét bemutató film, a 20 éves Burattinó báb színházról szóló dokumentumfilm, vagy például a nyírbátori tűztornyos városháza történetének filmes változata. Az elmúlt másfél évet pedig Váci Mihály életének kutatására fordította. Igyekezett mozgóképes formában megmutatni mindazt, amit lehet a nyíregyházi születésű Kossuth és József Attila díjas költőről. 2024, ezt már szerintem minden televíziónéző tudja, Váci emlékév. Nekünk ez itt Nyíregyházán azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagyon fontos információ ezzel az esztendővel kapcsolatosan, de én biztos vagyok benne, hogy te, amikor a filmedet elkezdted tervezni, Váci Mihály életét, munkásságát tervezve, hogy bemutatod, az nem ebben az esztendőben kezdődött. Egy olyan helyszínen vagyunk, ami megkerülhetetlen volt a kutatások és a felkészülési folyamat során, hiszen a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár helytörténeti gyűjteményében állunk, ahol az itt dolgozók segítségével összetudtuk gyűjteni azokat az anyagokat, irodalmi anyagokat, amelyek egyrészt Váci Mihály fejében születtek meg, másrészt, amelyek az ő munkásságát, életét leírva, méltatva kerültek kiadásra, aztán pedig ide. Úgyhogy engem első körben az érdekelne, hogy könyvélmény volt az, ami elindította a gondolatot benned, vagy pusztán az, hogy nyíregyházi vagy, aztán hozzáadódik, hogy televíziós szakember vagy, hogy végül egy film született róla. Hát... Kezdésnek annyi, hogy igen, könyv. Tehát könyvvel kezdődött a dolog, mert ez a nagyanyám könyve volt, ez a Váci Mihály könyv, és ennek az volt az érdekessége, hogy ő kapta, mint tanárnő, és a gyerekek aláírták. És én azt mindig úgy lapozgattam, de annyira úgy nem kapott meg a dolog, de úgy tetszett ez a dolog. Mert már mivel foglalkozott? Hát annak idő ilyen tanárnő volt, és magyar tanárnő volt, hát ő nevelő nagymamája volt, tehát nekem nagymamám, de édesanyámat ő nevelte, és az a lényeg, hogy ő ezt a gyerekektől kapta, és ez nekem úgy tetszett, tudod, belelapozgattam, aranyos volt. De ez, arról beszélünk, hogy ez 50 évvel ezelőtt történt. Ez az eső a homokra. Így van, ez volt ez a könyv, és én ebben lapozgattam, rajzok voltak, tudod, azért ez egy nem kifejezetten verses könyv, de hát az, mert nagyon szépek versek vannak benne, de tulajdonképpen innen indult a dolog. Tehát ez... itt láttad a Váci Mihály így nevet van, először. Pontosan, de akkor ez még úgy nem tudatosult bennem. Utána azért elég sok idő eltelt. A verseit és idézeteit arra emlékszem, hogy az iskolában valóban nagyon sok helyen ki volt írva, tehát idézettől le is. Ez melyik iskola? Hát ez a négyes iskolában volt, én arra emlékszem, hogy ott biztos, hogy az ő idézete is ki volt írva, tehát nem csak a tanulni. A következő Vácival kapcsolatos élmény Tar János munkája volt Laci számára, és az elkészült film éppen ennek a könyvnek a vonulatát követi. Ladányi András író, újságíró, fotós Váciról szóló anyaga is komoly adalékul szolgált a filmhez. Vele személyesen is tudott találkozni az ötletgazda rendező. A negyedik könyv, amit hoztál magaddal, amúgy egy olyan kötet, ami itt a gyűjtemény részeként is olvasható, megtalálható, de hozzád ez valami miatt közelebb került, mint mondjuk a többi kötet, és az érdekessége, hogy igazából nem is versek vannak benne, ugye?
Így van, ezekben ilyen novellák vannak, ők ez ilyen riportok. Tehát ő elment, emberekkel beszélgetett, és ő tulajdonképpen ezeket írta le. Írt olyan dolgokat benne, ami a családjával kapcsolatosan. Mondjuk ennek egy része, ez egy válogatás, ez a többi könyvben is megtalálható, de ebbe volt ilyen kis gyűjteményesen összeszedve, és ez nekem nagyon tetszett. Ez ilyen szociografikus tulajdonképpen. Váci 100. Ezzel a címmel egy egész éven átívelő programsorozat állít emléket a fiatalon elhunyt költőnek. A mindössze 15 éven át alkotó Váci Mihály életét bemutató dokumentumfilm alapvetően iskolások számára készült. Jártam, láttam az életet, és közben az ember is alakult, önmaga is. Egyre bonyolultabban élte át azt a mi korunkban fontos problémát, hogy az értelmiségi, az alkotó művész mit tehet. Miért csináltál filmet Váci Mihályról? Itt, akik itt éltek, azokkal a költőkkel, írókkal, ha mi nem foglalkozunk, akkor más nem fogja ezt megtenni, vagy legalábbis jóval kisebb az esélye, és talán a film elkészítését is mi jobban el tudjuk készíteni, mi jobban meg tudjuk csinálni, jobban meg tudjuk kutatni, el tudunk menni azokra a helyszínekre. Ha valaki eljön mondjuk Budapestről, vagy Szolnokról, ő eltölt itt egy-két napot, ő neki még megismeri ezt a helyszínt, az neki egy hosszabb időszak. Nekünk azért sokkal gyorsabban megy. Szerinted eddig miért nem készült film Váciról? Nagyon érdekes, hogy még archívumban is nagyon kevés olyan felvételt találtam, ahol Váci beszél. Ráadásul Váci nem nagyon szeretett riportot adni, abból is kiderül, hanganyag, 30 óra hanganyagot sikerült összegyűjtenem. Ebben nagyon sok, a Nyíregyházi Rádiónak is volt felvétele, nagyon örültem neki, hogy Szikora Bandi annak idején segített nekem, és ő meglepette azzal a lemezzel is, például amire nem tudtam, meg sokan nem is tudják, hogy készült Váciról egy komplett lemez, ami szülők megszólalnak benne, és még Váci is mond verset, amikor Váci úgy tudta, hogy ezeket a verseket, amit ő annak idején rögzített, ezt letörölték. Nem törölték le. Tehát hanganyag volt, de képanyagot nem találtam. Tehát még híradóanyagot, én megkerestem a filmhíradó online-t, és például egyetlen egy anyagot találtunk benne, amin rajzol Váci. Az országgyűlési megszólalások, felszólásokról nincs, csak híradás. Tehát nem találtunk. A Fáke című műsor, amit a Baranyi Ferenc készített, az ilyen irodalmi műsor, abból van olyan részlet, ahol ő szerepel. Én 22 éves koromban ismerkedtem meg Miskával, ő akkor 29 éves volt, és tulajdonképpen egy munkakapcsolatban ismerkedtünk meg. Én akkor végeztem el az egyetemet, az egyetemen az orosz nyelv és irodalom szakot, és ott dolgoztam az egyetemen az orosz irodalom tanszéke, mint tanársegéd. Egyben én voltam az egyetemen a kultúr felelős. A kutatásaid alapján, olvasataid alapján mit mondanál Váci Mihály? Egy teljes életet élt? Egy boldog ember volt? Ugye nyilván senki nem készül arra, hogy fiatalon meghal, de hogy azok az évek, amit már alkotással töltött, munkával töltött, hogy azok számára mit adtak? Ez egy érdekes dolog lehetett nála, hogy ő azért fiatalon ő írt, csak abból nagyon kevés dolog maradt meg. Tehát ő annak idején, amikor mint tanító kint volt Mandabokorban, ott nagyon sok minden élményt, információanyagot szerzett. Nagyon sok mindent szerzett a családjától, a szülei és környezetétől. És ő utána örömmel ment el Budapestre, mert ott úgy érezte, hogy egy kicsit kinyílhat, és egy teljesen más világba kerülhet bele. És ez valóban meg is történt, de ő ezt hamar, egy picit, én legalábbis nem csak a verseiből, hanem az életrajzi adatokból, és akikkel beszélgettem meg, akikkel, hogy azt ő elég hamar úgy érezte, hogy ez neki sok, ő ott egyedül volt. Tehát érdekes, mert Mandán is egyedül volt, de az egy más magány volt, ő ott jól érezte magát. Itt Pesten nem, ő inkább elmentett külföldre. És ő nagyon szeretett utazni. És ez is egy érdekes dolog volt, hogy ő nagyon sok országban járt, tehát Kubátok, és a Hanoiba, ahova elment, ő oda örömmel ment Vietnámba, mert hogy ott ő is a kíváncsiság vitte. De az más kérdés, hogy sajnos ott ő meg is halt, mert hogy azt a klímát ő nehezebben viselte, vagy pontosabban nem is tudta viselni a szervezete, mert ő azért egy beteges ember volt, és nagyon sok itt gyerekkorától kezdve Budapesten is nagyon sokat volt szanatóriumban, tehát ő beteg volt.
Váci Mihály nevére több emlékjel is utal Nyíregyházán, és nem csak Nyíregyházán. Ezek mellett szervezetek, intézmények saját nevükben őrzik emlékét. Szerinted ez elegendő ahhoz, hogy az ő emléke itt Nyíregyházán örökre fennmaradjon, meg itt a megyében? Biztos, hogy nem elég, tehát amiről a riportokban, és tulajdonképpen mi is egy picit is, most, ami legutóbb volt a kongresszus, ott is azért megemlítették, hogy azért jól lenne egy olyan emlékszoba, ami egy kicsit talán jobban itt tartja Váci Mihályt, mert hogy tervben van az is, hogy esetleg Pesten, de azért jobb lenne, hogyha itt Nyíregyházán is lenne egy emlékszobája, akár Mandán vagy bárhol. A másik dolog pedig, ami nagyon fontos számomra, és ez egy pozitívum, és ezt remélem, hogy a filmből majd sokan érdik, hogy azért itt Nyíregyházán is környékén azért mindig voltak, tehát szavalóversenyek, tehát azért a Váci Társaság, ezek összefogtak egy olyan szintű, hogy Váci minden évben, én visszakerestem ezeket a Kelet-Magyarország vagy egyéb, Váci minden évben ott volt. Tehát Váciról emlékeztek, Váciról mindig tudtak, és én nagyon örülök az, hogy ezek a szavalóversenyek, ha más nem, ezek történjenek meg jövőre is, és azután is, mert talán így tovább lehet vinni Váci nevét. Hogyan látod most? Az, hogy van ez az emlékeztendő, ez azért most ad ennek a folyamatnak egy löketet, nem? Igen, mindenféleképpen. Valóban az épület, akár a Váci Mihály Művelődési Központ, vagy pedig a szobor, amit minden évben megkoszorúznak, és elmennek is a színház környéke, és azért az egy irodalmi, tulajdonképpen Krúdi ott van, Katona Béla, és a színház, és Váci, és Besenyei, tehát az egy nagyon jó környék arra, és hát azt tudni kell, hogy Váci valószínűleg nagyon sokat elment, mert hogy ő ott járt a Jókaiba iskolába, a tanítóképző ott van a másik oldalt a sarkon, és tulajdonképpen egy érdekes dolog, hogy a múzeumban annak idején, amikor ő kollégiumi előadó volt, akkor az irodájuk ott volt a múzeum épületében. Tehát tulajdonképpen ő ott egy kis háromszögbe élt, mozgott nagyon sokáig, talán addig, még itt Nyíregyházán élt. A Besenyei téren felállított Váci szobor maga is mozdulatot őriz, amint a költő ölelésre tárja karjait. Ilyen volt életében is. Én szeretem a szobrot, és jó is, hasonlít is. Ha valakit meglátott, kitárt kézzel ment, és megölelte, megveregette jól a hátát. Mert ő bárki, ha egy gyerek ment, annak is lehajolva magához szorította. És mindenkit szeretett. Ő olyan teli szívű volt, hogy ezt nem lehet elmondani. Akik ismerték, azok tudják. Hogyha Váci Mihály most ide bejönne, mit kérdeznél tőle? Mi hiányzik a filmedből? Mire várnád a választ tőle? Hú, nagyon sok kérdésem lenne, mert ahogy mondtam, tehát nagyon sok információ, adat van, de például egy ilyen egyszerű dolgot nem tudunk, hogy amikor ő összeházasodott a feleségével, és ő el kellett utaznia, ő mit érzett. Például nem tudunk róla, őt nagyon sokan mondják, ő szerette az állatokat. Ő a madarakat tartott otthon a lakásán. Nem találtam egy olyan képet, ahol egyáltalán egy kutyája volt. Ő szerette. Tehát azt az embert, aki nem a költészet irányába és nem a politikus irányába, úgy azzal leülnék egyet borozni vagy sörözni, és úgy beszélgetni az akkori életről. Biztos érdekes lenne. Igen, hát akkor az embert is meg lehetne ismerni, így abból táplálkozik az elképzelésünk, amit mondtak, vagy amit mondanak róla. A könyvtár nekünk azért is fontos helyszín a veled való beszélgetés kapcsán, mert hogy november 29-én lesz a filmed bemutatója itt a Megyei Könyvtár konferencia termében. Mindenféleképpen szerettünk volna egy olyan bemutatót, ahol mint film láthatjuk. Azért ezt tudni kell, hogy ez a film az iskoláknak készült nagy többségében, és itt ketté lesz bontva, tehát két részben, mert azért a 45 percet be kell tartani. A másik dolog, meg szerettem volna, hogy azok az alkotók, akik engem közvetlen segítettek, mint Kéri Peti, vagy pedig a Benke Márk, ők ott legyenek, vagy az I.S. Peti, meg olyan emberek, akik szerepeltek a filmbe, őket egy picit összehívni legalább erre az időszakra. Hát nagyon bízom benne, hogy sokan fognak eljönni, és hát mindenkinek. És mindenkinek tetszeni fog ez a film, hát bízom benne, hogy mindent sikerül beleraknom. Csodálatos a föld, és az ember oly esendő. Szeretem a sokaság fiát, az ismeretlent, az embert,
aki hordozza magában a megválthatatlan szenvedést, a gyónást, a halhatatlanság befelé nőtt szárnyait. Meghalnék, hogy elhitessem vélük, élniük érdemes volt. Sebők Imre könyv- és képregény illusztrációból nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban az alkotó életművéről, alkotói módszereiről az unokája is mesélt. Soha sem ért rá, mindig dolgozott, annyi megrendelése volt, hogy alig bírta. Osztotta meg gyerekkori élményeit a nyíregyházi közönséggel Gulyás Eszter, Sebők Imre unokája. A képregények mellett a nagypapa portrékat és tájképeket is készített, de mivel a nagymama nem szerette az olajfesték szagát, ezért azokat csak ritkán használta az alkotó. Zuglóban laktak a Gizella utcában, és ugye volt egy nagyon szép műterme, egy óriási asztallal, és hát gyönyörű krétakészletei voltak, és hát ugye ez egy nagyon kellemes élmény, hogy akkor ugye vele együtt alkottam. Tehát ő az íróasztalánál, én ennél a nagy asztalnál, és akkor javítgatta a kis bögre alá téteket, meg nem tudom miket, amiket ugye rajzolgattam, és ez egy nagyon-nagyon kedves, aranyos emlék. Hát igen, a mai világban már ugye a digitalizálódás ugye azt hozta, hogy a gyerekek már nem nagyon rajzolnak, vagy teljesen máshogy tekintenek erre az egész világra, de én szerintem ez a retro képregény, ez lehetséges, hogy az úgymond egy kicsit ugye az új korát éli. Tehát én bízom benne azért, hogy a fiatalságot ebben meg lehet szólítani, és hát mint ahogy látom most is, ugye a szomszéd helyiségben ugye gyülekeznek a fiatalok, és hát remélem, hogy tetszeni fog nekik a kiállítás. Tulajdonképpen a gyűjtőknek köszönhető Sebők Imre kiváló munkásságának újra felfedezése a nagy közönség számára. A képregény rajzoló kora komoly festőművésze volt, és egyébként önmagát is elsősorban festőként határozta meg. A nagy generáció egyik tagja volt ő, Korcsmáros Zórád és Fazekas mellett, a 20. század legnagyobb képregény rajzolói között. Ilyen témái voltak. Mi az, amire ő igazán fókuszált, vagy ez változott-e a munkássága alatt? Tulajdonképpen ennek a 3-4 rajzolónak ez egy kicsit fel is osztották a témákat egymás között, és a Sebők Imre elsősorban a történelmi képregényeknek volt a rajzolója, történelmi bűnügyi történeteknek a rajzolója, tehát nagyon jó, nagy műgonddal próbált utána járni a történelmi helyszíneknek, ruházatnak, eszközöknek, és egy magabiztos rajztudással tulajdonképpen ezt jól csinálta, tehát ez az ő világa volt, leginkább a Magyar Ifjúságban, Népszavában jelentek meg a rajzai, de aztán később elkezdődött az újraközlése. Tehát amikor ő meghalt például a 80-ban, akkor észre se lehetett venni, mert akkora életmű volt mögötte, hogy elkezdték automatikusan a 60-as években, a 20 évvel korábban rajzolt képregényeit újraközölni. Itt most Nyíregyházán a megyei könyvtárban eredeti rajzok láthatóak. Ez mennyire nagy dolog, hogy 2024-ben ezeket meg tudjuk mutatni? Hát egyrészt nagyon nagy dolog, hogy eredeti rajzokat meg tudtunk szerezni az örökösöktől, tehát hogy idatták és ránk bízták, hogy akkor ezt mutassuk meg. Másrészt nagyon tanulságos, mert ezen még látszik minden, a javítás az, hogyha valamit elrajzolt, akkor belejavított fehér temperával újra festette. Tehát vannak ilyen szakmai finomságok, amelyeket itt tulajdonképpen a gyűjtők, azok, akik igazából foglalkoznak vele, nagy élvezettel figyelik, hogy úristen, hogy lehetett ezt így megrajzolni. És tulajdonképpen ma még már azért érdekes, mert szinte senki nem rajzol kézzel. Tehát most már mindenki digitális módon állítja elő a képregényeit, tehát ez egy olyan kuriózum, hogy még látunk eredeti rajzokat, és ezek önmagukba értéket képviselnek. Nem tudom, hogy számadatokkal, hogy lehet ezt kifejezni, hogy hány képregény köthető a nevéhez, vagy sorozat, vagy album, vagy hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Tulajdonképpen biztos, hogy 100 fölött van, tehát ezeknek a száma, amik így megjelentek, tehát az elmúlt években, én őszintén szóval még nem számoltam össze, tehát ezeket a dolgokat. Nagyon nagy mennyiség, ő ebből élt. Tehát ő tulajdonképpen ő képregényrajzoló volt. Előtte plakátokat készített, diafilmeket készített, könyveket illusztrált a 30-as, 40-es években a ponyvaregényeknek híresek voltak az ő címlapjai. Aztán az 50-es években
amikor elindultak a viszlapok, az élszlapok, akkor például gyönyörű karikatúrákat csinált, és nagyon szép nőket tudott rajzolni. Ez ilyen legenda számba ment a sebőkféle nőknek az ábrázolása, és nagyon sok rajzoló mondta, hogy ezt tőle is tanulták, tehát hogy lehet olyan finom, tulajdonképpen kicsit erotikus nőket megrajzolni, mégis vállalható, közreadható még a 60-as években is. Mik az első emlékeid, amikor úgy tudatosult benned, hogy a nagypapád az rajzolt? A képregény kiszorította az életéből azokat a dolgokat, amikkel még foglalkozhatott volna. Tehát a családban rengeteg olajfestmény van, hát most ugye vonattal érkeztünk ide, úgyhogy nem tudtunk magunkkal hozni, egy önarcképet hoztunk, egy grafikát tőle, de nagyon-nagyon szép portréi vannak. Alapvetően ő karakterista volt, tehát nagyon jól tudta az arcokat, a mozdulatokat megrajzolni, úgyhogy hát az olajképek azok biztos, hogyha többet csinált volna, akkor még egy picit szélesebb lett volna a repertoár, de egyébként a diafilmekben, tehát a színes képalkotásban is nagyon profi volt, és hát gyakorlatilag lehet, hogy még ebben a könyvtárban is vannak diafilmek, amiket ő rajzolt, tehát még ezeken a régi tekerős kis gépeken lehet ezt ugye megnézni, és azok nagyon szépek. A kőbaltás ember például képregényben volt, azt hiszem az állati elmék, diafilmben a kincses sziget, de nagyon sokat illusztrált is például, tehát gyerekújságokban régen volt ugye az én újságom, ugye ez egy nagyon régebbi típusú újság, de például a Fülesbe, régen a Népszabadságban, Népszavában ugye alul voltak ezek a kis képregény kis részletek. Úgyhogy alapvetően széles a repertoár, de ugye abból markáns a képregény. Kis gyerek büszke, hogyha ilyen nagy papája van? Hát nagyon. Nagyon-nagyon-nagyon büszke. A mai napig büszke vagyok rá. Én is nagyon hálás vagyok a Sándornak, hogy ugye ezzel a témával foglalkozik. Szendrei Tibor is ellátogatott a nyitó eseményre, aki gyermekként ismerkedett meg Sebők Imre munkáival, amelyek igazán meghatározóak voltak számára. Ő maga is ugyanis profi képregényrajzoló lett. Nekem Sebők Imre egyik kedvencem, a top 3-ban benne van, gyerekkoromban ismertem meg, és most látom először élőben, eredetiben a rajzait, ami nekem óriási élmény, mert mindig más eredetiben látni, mint nyomtatott formában, más eredeti nagyságban, a kezenyomát ott közvetlenül érzem szinte, hogy ránézek, úgyhogy nagy élmény. A megyei könyvtárban kialakított képregénytár előadásokkal, kiállításokkal igyekszik bevonzani a fiatalokat is. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy azok a fiatalok, akik megnézik ezeket a rajzokat, hogy ők fogják ezt értékelni. Tehát, hogy ők, mi idősebbek lehet, hogy azt mondjuk, és a barátaim itt vannak többen, akik kifejezetten azért jöttek, hogy lássanak egy eredeti sebőköt. Tehát, hogy ezt mi úgy mondjuk, hogy dobunk egy hátast ettől, hogy ezt valaki így ecsettel, kézzel, ilyen mennyiségben, ilyen magas színvonalon elkészítse, ez egy hatalmas teljesítmény. Az egy más kérdés, hogy a mostani generáció vajon ezt a befektetett munkát meglátja-e ezekben a kiállított képekben. A képregénytárban eddig mintegy 15-20 kiállítás valósult meg, Sebők Imre munkái évvégéig láthatóak a megyei könyvtárban. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendbe. Tartsanak velünk jövő héten is, amikor már elkezdünk hangolódni a karácsonyra, hiszen már csak 32 nap van a szentestéig. Én már a búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!